Visegrádon ismét kéthetes építésztábor veszik kezdetét augusztusban egyetemi hallgatók részvételével. Maga a tábor hosszú múltra tekint vissza, hiszen 1981-től 20 éven át többek között Makovec Imrének és Madas Lászlónak köszönhetően működött a településen. Egy nagyobb szünet után 2014-ben indult újra a program, azóta két buszmegállóval, egy sárkánynak nevezett szabadtéri játékkal, valamint egy felújított kápolnával és a sportcentrum területén található építményekkel gazdagodott a város. Az idei tervekről a helyi lakosok is folyamatosan tájékoztatást kaptak, valamint meglátásaikkal, ötleteikkel is hozzájárulhattak a tervezés folyamatához. Apátkúti patak partján épített sárkányhoz, valamint az ott található pince lejárat elé idén egy 10-12 fő befogadására is alkalmas teraszos közösségi teret, valamint egy mosdóblokkot is terveztek. A korábbi évekhez hasonlóan pályázati rendszerben nyújthatták be terveiket azok az építészhallgatók, akik az egyetemen felvették a szerves építészet tantárgyat, a mosdóblokk esetében pedig már végzett építészek pályázhattak. A terasz építését célzó pályázatra összesen 9, a mosdóblokkra 4 pályázat érkezett. Ezeknek a bemutatására nyilvános fórumot szerveztek, ahova a helyieket is várták. Itt maguk a pályázók mutatták be terveiket, s válaszoltak kérdésekre, hozzászólásokra, valamint a helyiek bevonásával közösen választották ki a legjobbakat, majd a hallgatók tovább dolgoztak munkáikon. Végül a Visegrádi Városfejlesztési Bizottság a terasztervek közül Göncöl Anna pályázatát választotta ki, így augusztusban az ő tervei alapján fognak dolgozni. A területre való koncepcióban jelenleg 3 rész. Itt ez a terasz található, ami most egy ilyen fém oszlopokkal kirakott növényelben nőtt hely, és úgy gondolom, hogy ezt lehetne hasznosítani egy kis színpadnak, és esetleg lehetne rárakni egy ilyen egyszerű kis dobozt, amit fel lehet használni a tápszínháznak, vagy akármilyen gyerekjátéknak. Itt a barlang az ugye a közös koncepcióból adódóan alkalmas lehet arra, hogy a gyerektáborban kitessék a gyerekek, illetve az is valakinek az ötlete volt, hogy itt ez a rész lesz egy ilyen pihenő, és innen lehetne csinálni egy ilyen lépcsőzetes patakpartra levezető kis hurgolt dolgot. És maga a tető pedig nálam két egységből áll, van egy zárt része, ami az eső ellen szigetelve lenne, és ezzel el lehetne berakni egy nagyobb étkezőasztalt, és lenne egy ilyen ponyvás része, ami ilyen kis napvitorlás megoldás. Ez nyáron árnyékolást tud adni, illetve majd a koncepció szempontjából alkot egy egészet. A koncepció pedig az, hogy ez a zárt betörész egy ilyen sárkányfészek szerű dolog lenne, amiből kirepülnek a madarak, és ennek a formáját tölti le a napitorna. A tábor szervezői elmondták, hogy a mosdóblokk és a hozzátartozó egyéb építmények valószínűleg a jövő évi tábor során fognak elkészülni. A táborban résztvevők mind egyetemi hallgatók, így itt megtanulhatják, hogy milyen a közös munka, a tervezés és kivitelezés lehetőségeit és nehézségeit, továbbá, ahogy a szervezők fogalmaztak, az építve tanulás modelljét is. Az építés mellett a résztvevők többek között szobrászattal, régészettel, építészettel és helytörténettel kapcsolatos előadásokat hallgathatnak meg. Hasonló építésztáborokat a Kárpát-medence több részén is szerveznek, például Sárospatakon és Debecserem. A tábor szervezői helyi pedagógusok bevonásával augusztus 12 és 16 között gyermektábort is szerveznek a visegrádi gyermekeknek. Így ők is részesei lehetnek az alkotásnak és a munkafolyamatoknak.
A középiskolások pedig az 50 órás közmunkát dolgozhatják le az építőtábor keretében. Augusztus 16-án moldvai táncszázzal készülnek a rendezvénytéren, 18-án pedig családi délutára várják a helyieket. Ezekről a programokról részletesen a visegrádi hírek hasábjain és a honlapon olvashatnak az érdeklődők.